mindjárt megvan. Most tudom, hogy az úgy tűnik, hogy soha nem lesz meg, de mindjárt megvan. Nem, érzem, hogy meg lesz csak az. Hát igen. Bedúr az alkar. Ettől rá bedúr... vagyok feszülve, persze. Sziasztok, ez itt ismét a Session, a port.hu hetente megjelenő zenei műsora. Én Jancsovics Máté vagyok. Én pedig Kóródi Tomi. És hát egy elképesztően brutális vendégünk van ma. A mester, az ikon, Mr. Universe, annyi nevét lehet ezt szólítani, hogy el sem tudom mondani. Kis Jenő testépítő a vendégünk. Jenő, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad ezt a meghívást. Gitározni fogsz, én leszek a gitártanárod, és hát általában úgy szokott lenni, hogy a tanítványok jobban izgulnak az első alkalommal, most én izgulok sokkal jobban, mert hogyha valamit rosszul mondok, vagy rosszul csinálok, akkor annak lehet, hogy súlyos következménye. Biztos, hogy nem. De viccelek én, és reméltem, hogy nem így lesz. Egy kis játékkal szoktuk kezdeni a műsort, hogy itt oldjuk a feszültséget, ami most mindkettőnkben azt hiszem, hogy van. Neked egy olyan játékkal készültünk, hogy a dobolásban vannak úgynevezett kézrendek. Ebből az egyik legegyszerűbbet úgy hívják, hogy papa, mama, jobb, jobb, bal, bal. Most azt szeretnénk, hogy ezt te a mellizmaiddal csináld meg ezt a kézrendet, hogy jobb, jobb, bal, bal, sorrendben tudnád ezt így mozgatni. Persze. Jobb, jobb, bal, bal. És te tárjál hozzá egy mérőt. Ez egy mellrend már, nem kézrend, hanem mellrend. Igen, és ez közben egy ritmus érzékteszt is legyen akkor, hogy jobb, jobb, bal, bal, jobb, jobb, bal, bal. Jobb, jobb, bal, bal. Jobb, jobb, bal, bal. Ez az. Brutális. Nekem az egész karomat kéne mozdulatnom, hogy a pólom megmozduljon. Na ott ez is nagyon picit megvan. Füleimmel is megy. Nem mondod. Csak... Én azt hittem, hogy én egyszerre tudom egyébként. Egyszerre én is. De... Ja. Új, egyszerre sem. Én már kiskorom óta rajongója vagyok, én Terminátor 2 óta vagyok rajongója a testépítésnek, tehát amióta Schwarzeneggert én megláttam, én azóta imádom ezt az egész világot, és hát rendesen folyamatosan nézem a versenyeket, Mr. Olympiát, meg nagyon sok mindent, és ugye itt nektek van egy olyan része a versenynek, amikor egyéni pózokat mutatok be, és ezt többnyire zenére csináljátok. Ha jól tudom, de mondd meg, ha nem, ezeket nem szoktál, egy zenét nem szoktatok többször felhasználni, vagy tehát igyekeztek mindig másikra pózolni. És hogy neked mi a legkedvesebb zenéd, amire eddig pózoltál, ami ez a legjobb emlékek fűznek, és hogyha tehetted volna, akkor mindig arra a zenére csináltad volna. Amire a Mr. Univerzumot megnyertem, ez pont Schwarzeneggernek volt a pózzenéje, ez az Exodusnak a zenéje, és a világbajnokságon erre pózoltam. És akkor, hogyha tehetted volna, akkor mindig igen, ezt. Igen, és nem változtattad. Nem, nem, ez úgy megszólította a lelkemet is ezzel. Aha. És te kérted ezt a dalt? Ilyenkor te választhatod ki? Én választhatom, persze. Uh-huh. Persze. És a következőket, azokat mi alapján rangsoroltad, vagy beállítottál között? Igazából mindig úgy érzésre ment. Volt már a Conan a Barbárnak is a zenéje, volt több AC/DC zene, meg voltak ilyen komolyabb zenei művek, és általában ezek úgy szokott történni, hogy van egy ilyen komolyabb zenei mű, ami a líraibb, és akkor utána arra rá van keverve mondjuk egy AC/DC. És, yeah. akkor úgy lehet váltani a színpadon. Tehát van egy ilyen varázslós része, meg utána a show, amikor beindul a zene. Most jutott eszembe ez a kérdés, hogy el tudja rontani annyira a zene, az összhangot, hogy mondjuk a rossz zene választás, hogy az mondjuk a színpadi megjelenésen is látszik, vagy kiül valahogy, hogy nem lappolt a kettő. Én úgy gondolom, hogy igen. Igen? Igen. Tehát akkor ennek azért fontos része van az zenének. Igen, igen. Az is fontos, hogy úgy nagyjából egyedi legyen. Tehát voltam már több olyan versenyen is, hogy 25 versenyző ugyanarra a zenére pózolt. Ez a Gary Moore volt még, ez régebben, 90-es évben a Gary Moore-nak volt egy ilyen gitárszóló. És mindenki arra? Hát majdnem. Úristen, hát akkor nem voltak nagyon kreatív. Igen, először tök jó volt, szép volt, másodikra, és aztán utána már így... Jézus. Én személy szerint, azt hiszem életemben 10-szer voltam edzőteremben, abból a csomószor a Tomival, és ő próbált engem edzeni, de ez úgy végződött, hogy én behánytam az egyik alkalom után. Mm. Szóval nem nagyon volt alkalmam figyelni a zenére, mert eleve kellemetlenül éreztem magam az edzőteremben, de hogy
az az emlékeim, hogy általában ilyen house zene szól, valami pumpálós, jó hát, tempós dal. Ez igen. Fontos ahhoz, hogy stengbe legyetek, vagy a spanol az edzéshez? Milyen spanol, zene szól a teremben? Hát mondjuk a house zene az pont nem. Én még a régebbi verzióból származom, és akkor mi általában ICDC zenékre nyomtuk, tehát ilyen kemény rockokra. Aha. És a tempó az, ami számít neked egy ilyennél, vagy inkább a hangulata, az energiája? A hangulata, energiája. Például a rocky zenékre is rengeteget edzettünk, és az nagyon fel tud spanolni. És volt-e már olyan, hogy csak azért nem mentél be egy terembe, mert tudtad, hogy az ott borzalmas zene szól? Ja, nem. Annyira hát el tudom különíteni, igen? Persze. Csak persze. Hogyha pozitív, akkor pozitív hatása is van. Így van, így van. A teljesítményre. Van. Tehát az egy pluszt ad, ha jó, ha nem, akkor meg kizárod. Fülessel szoktál amúgy? Nem, sose. Nem. Nagyon sokan így csinálják. Igen. Engem zavar. Engem is zavarna szerintem. Nekem egy gitáros van, akit így legalábbis a YouTube-ról ismerek, aki baromira ki van gyúrva, nyilván nem annyira, mint te, de hogy ide hogy ilyen, nagyon nagy izmos, meg minden. És én őt tudom egyedül zenészt, aki hát mondjuk, hogy főleg ilyen nagyon durva metal zenét játszik, tehát így folyamatosan be van feszülve a kezed. Mennyire összeférhetetlen szerinted a mondjuk a profi zenélés, és a majdnem profi, vagy a nagyon komoly testépítés? Én szerintem semmi gát nincs közte, maximum ugye, hogy az ujjak kezek megvastagodnak, és nehezebb a billentyűzetet nyomni, vagy ugye ma, amit én fogok a gitárt pengetni, vagy lefogni. De szerintem abszolút összeillik, mert általában a testépítőknek is kell, hogy legyen ritmusérzék, ugye pont a szabadon választott pózolás miatt. Tehát én szerintem abszolút klappolna a kettő. De akkor a fizikai résznél ez például egy tévhit, hogy mondjuk ezzel én csak a saját lustaságomat magyarázom, hogy azért nem járok edzeni mondjuk, mert hogy azt gondolom, hogy az lemerevítene, én dobolok, hogy ott fürgének kell lenni. Ez tévhit, hogy ha mondjuk a nagy izomzat esetleg lemereviti az ízületeket? Nyilván más edzéstílust igényel. Tehát te, mint dobos, neked nem való az a nagyon statikus edzéstílus, amit egy testépítő művel. De én úgy gondolom, hogy össze lehet párosítani. Tehát egy kicsit magasabb ismétlés, kevesebb pihenőkkel lehet egy olyan edzéstílus kitalálni számodra, amitől izmosodsz is, és nem vesz vissza a dobolásból. Ó, akkor nem maradhatok lusta. Nem, nincs több magyarázat. És edzettél már zenészt egyébként? Igen. És te, neki, nem tudom most milyen hangszeres volt, de leginkább nekünk a kezünk, meg a csuklónk, könnyék, váll, amivel a legtöbb zenész dolgozik, a dobosok, billentyűsök, meg hát gitárosok, szaxofonosok, nekünk az újunk, hogy erre valahogy külön oda lehet, vagy kell, vagy tudtok figyelni egy edzés folyamat során? Aha, így külön nem tértünk ki rá, hogy ő mondjuk pont énekes. Volt, hát akkor... de még régen a Vitaminékkal is dolgoztam együtt, a Hip Hop Boys-szal is, de úgy külön nem tértünk rá arra, hogy ő milyen műszeren, vagy milyen hangszeren játszik. Hát igen, de hogy akkor, hogyha valószínűleg akkor a főhősökkel, a frontemberekkel dolgoztál együtt, van, hogyha igen. Hát igen. Az más, nekik a hangjukra kell figyelni. Hát nyilván igen. Az, hogy tudjanak ugrálni, végigbírjanak. Így van, meg hát egy kis kondíció. Kiállás, egy kis forma is igen, nyilván azért igen, nekik igen. Is kellett. És akkor szerinted... Mondjuk csak a súlyzós edzésről beszélek, nem a kardió részéről, meg a futásról, meg az összes többiről, hanem amit te is csinálsz ennek. Milyen pozitív hozadéka lehet akár egy hangszerezzenésznek, vagy egy színpadi előadónak a teljesítményére? Nyilván a kitartásban, a teljesítményben, a kondícióban biztos, hogy sokkal jobban bírja. Aha. A színpadon. Meg hát mondjuk... ilyen önbizalom nevelő dolog is. Gondolom, igen. Nyilván szívesebben áll ki úgy a színpadra, hogyha érzi egy kicsit stabilabb a kinézet. Furcsa egyébként ez, mert zenészeknél tényleg én nagyon régóta csinálok már súlyzós edzést is, és hogy nagyon ritka valamiért, nem tudom, inkább más edzésformát választanak, focizás, mit tudom én, akármi, de hogy a súlyzós kifejezetten a konditerembe járás, azt én alig tudok már, hát így a... Ugye, szerintem a jóga talán népszerűbb zenészek körében. Aha, nyugtató. Vagy ilyen nyújtások, én például azt csinálom. És úgy érzem, hogy jót tesz. Nyilván ez fontos, hogy mindenki azt a sportágat választa, meg találja meg magának, amire ráérez.
Tehát lehet, hogy pont ezért áll távolabb a testépítéstől, mert egész más sportokban érzik ezt a lehetőséget. De én úgy gondolom, hogy a testépítés is, vagy a súlyzós edzés is abszolút illik ebbe a repertoárba. Hogyha most három számot kéne mondanod, amit valaki mindenképpen hallgasson meg, ha nem, akkor különben baj lesz, akkor mi lenne az a három szám? Az összes Csini Baba zene. Igen? Igen. Nagy. Erre nem sokában benne volt minden. Jó, de több mint három. Akkor szereted azt a korszakot? Nagyon szeretem. Aha. Nem a korszakot, a zenéit. A zenét. Igen. Ja. De érdekes. Te egyébként szoktál koncertekre járni? Nem. Például, nem. Soha nem is. Nem voltam még. Nem voltál még élő koncert? Nem. Akkor most szeretnélek meghívni bármelyik koncertemre, amin majd fel fogok lépni. Köszönöm szépen. Én is fölírlak bármire. Nem de szívesen. De ez hogy alakult így? Az edzés miatt, vagy nem? Nem, valahogy nem érdekel. Tehát imádom a zenét, de az, hogy én úgy kimenjek tömegbe, aha, az valahogy nem vonzott. Hát az... De titekre szívesen kimennék, mert a lányaim abszolút oda vannak a zenétekért. De nagy. A szövegekért én is, meg jó a zene is, amit nyomtam. Aha. Mindenképpen VIP jegyet szerzünk, hogy köszönöm szépen. Másokat közel lenni hozzájuk. Hát most ez, hogy még nem volt élő koncert, ez most engem picit így szíven ütött, ez nagyon érdekes. Úgy kaptam már el Karamell koncertet, hogy valahol Velencei tón nem voltunk strandolni, és neki pont akkor este volt, és akkor ott az elején ott voltunk egy darabig, de így kifejezetten cél, tudatosan még sosem voltam. Mint fellépő voltam, úgyhogy meghívtam mondjuk Edda koncertemnél 90-es években, vagy a Vitaminéknál, vagy a Hip Hop Boysnál. És akkor mi történt? Hát pózolnom kellett, nem nyilván, mondod. Úgy koncert közben hát volt egy ilyen kis... Hát így igen, mondom. Így igen. És rendesen egy élő bulira elhívtak. Igen. És igen. Ott kellett, de kemény. Ezek a szabad 90-es évek, ez már így van. Máshogy igen, működött, igen. Mint mondjuk a mostani. Bocsánat, igen, egyen voltam, ez most esett le a filmzenéket, akik írták, Maurizio, Piedone filmek zenéi, Udio és Maurizio De Angelis, vagy valamilyen. Ezt nem tudom. Nem. Nekik volt itt a sportcsarnokba. Egyébként van egy ilyen, hogy Spencer és Hill zenekar, akik magyarok, és ezeket a zenéket játsszák. Tényleg? De az lehet, hogy ilyen filmek zenéit. Nem, ők az eredeti, tehát ők szerezték a filmek zenéit, és akkor ebből volt. Még Terence Hill, meg Kabir Bedi is vendégük volt Szándokán. De, és azon voltál? Azon kim voltunk, igen. Na, jó. Van-e olyan, hogy mondjuk otthon valamilyen zenei stílus szívesen hallgatsz, de arra biztos, hogy nem edzenél? Mondjuk egy Csini Baba zenét, ez például azt én nem tudom elképzelni, hogy arra edzel. Arra is tudok edzeni. Tényleg? Tehát függetlenül, mivel szimpatikus a zene maga, akkor jó kedvet ad az edzéshez is. Tehát nyilván nem fanatizál magában a súlyzózásban, de jó hangulatot teremt. Aha. Leteszem a súlyt, és akkor tudom dudorászni, énekelni, mondjuk a Zoral. Nem tudom, neked... Neked szerintem Kőbányán, ahova én jártam, terem, az a tiéd volt, nem? Így van. És én ott AC/DC-ig szóltak, mert ott te válogattad ki a zenét? Hát többnyire, igen. És akkor meg volt egy playlist, ami a te kedvenc számaid, és akkor azokat beraktátok. Igen. És ezek közül az előadók közül mondjuk, hogy egy playlistre teszel a termedben, van olyan zenekar, akinek nagyon szívesen elmennél a koncertjére? Hát AC/DC-re biztos. Ilyen szempontból szerencsés volt a számválasztásunk, mert a Highway to Hell próbáljuk majd eljátszani. Ha nem akar valaki edzeni feltétlenül, de zenészként hogy tud megelőzni mondjuk sérüléseket, mert dobosoknál nagyon gyakori az inhüvelygyulladás, a teniszkönyök, vagy ganglion kinövés, ami lehet, hogy a rossz technikára vezethető vissza, de például csuklószorító, vagy vannak-e ilyen módszerek, amivel szerinted ez megelőzhető? Az izmok megerősítése. A csuklószorító az igen. Csuklószorító igazából az pont ellene dolgozik. Tehát az fog, az segít, és ezáltal az izmok csak elgyengülne. Aha. Tehát azért célszerűbb az izmokat, alkarizmokat, a triceps-biceps izmot megerősíteni. Nyilván úgy, hogy magasabb ismétléssel, pörgős edzéssel, tehát hogy a stílus megmaradjon. Igen. De az biztos, hogy jó hatással van erre. Tehát izmot kell erősíteni mindenképpen. Így van.
a francba. Várom azt a csodaszert, ami megment. Ti például szerintem nem nagyon, vagyis hát leginkább nem fogyasztotok alkoholt, meg ez a bulizós életforma, ez nem annyira tiétek meg. Meg az, hogy hajnal 4-kor hazafelé a kúton benyomni egy szendvicset, vagy egy hotdogot, ami nekünk azért viszonylag, hát hogy is mondjam, egy nyári szezonban azért rendszeresen előfordul. Hogy például ezt azért nem tolerálja a testépítés jól, az ilyenfajta életmódot. Nyilván, persze. Tehát mivel mi esténként nem turnézunk, ezek kimaradnak. Bár volt olyan időszak a 90-es években, amikor mi is jártunk így turnézni, aha, szinte a Magyarország akkori összes diszkójába voltunk. Voltunk hárman így gyúrósok, testépítők, és akkor volt egy ilyen kialakított műsorunk, ilyen jelmezes, stb. És nyilván vége mindig az volt, hogy ezek lejöttek rólunk, és akkor ment a pózolás. És akkor nálunk is volt, hogy hajnalban, vagy már korán reggel értünk haza, ja, és akkor menet közben persze benzinkút, szendó, de akkor kóla. Nem az volt, hogy készültetek előre, befőztétek a kaját. Meg... Attól függ, hogy pont milyen szakaszba ért minket ez. Ja. Tehát, hogyha a versenyidőszak volt, felkészülés időszak, akkor nyilván akkor vittük a kis dobozkánkat. Aha. Hú, hát minden esetre egy zenész legyen a talpán, aki a ti életmódotokat tudja követni, mert hát tényleg, tehát hogy azért ahhoz nagyon nagy oda koncentrálás kell, meg fókuszálás. Hogy... Igen. Tehát ennek pont ez a lényeg ennek a sportágnak, hogy ez egy életmód. Tehát nem csak az edzésen kell helytállni, hanem itt lényegében az egész nap arról szól, meg azon az ember fejében, hogyha készül versenyre. Muszáj megkérdeznem, ez nem feltétlenül a zenéhez kapcsolódik, hogy neked mik most még a testépítéssel a terveid? Most ez engem érdekel. Szeretnék majd még egy versenyen elindulni, de megvárom, amíg ezt a hullámoztatást befejezik. Aha. És akkor utána. Mármint ugye a vírus. A vírus, igen. Igen. És akkor most például, bocsánat, ez is most csak miattam, hogy belemerültem, de hogy például most az edzéseid intenzitása az azért összehasonlíthatatlan ahhoz, vagy pedig próbálod magad tartani valamilyen keményebb szinten? Hogy... Maga az edzés az szinte ugyanaz. Uh-huh. Tehát ugyanúgy kemény. Én a testépítésből ezt imádom legjobban, magát az edzést. Tehát az ugyanolyan kemény, hardcore, mint bármikor. Aha. Ilyenkor táplálkozásokkal lazább. Aha. Tehát ilyenkor közel nem figyelek arra, hogy lehet van, hogy 5-6 óra eltelik, mire újra eszek, és akkor vagy benzinkúton betolok egyszer. Hát amúgy ilyen 2-3 óránként olyankor illő kajálni, vagy legalább turmixot, vagy protein szeretet bevinni. Aha. Tehát, hogy fehérje legyen folyamatosan a testünkben. Jó, hát most az van, hogy kiderült, hogy hiába szeretem én ezt az egész világot, de én valószínűleg inkább csak kívülről szeretem nézni, mert ezt biztos, hogy képtelen lennék csinálni. De most derítsük ki azt, hogy te képes lennél a mi világunkat csinálni. Úgyhogy azt terveztük, hogy egy ilyen nőt megtanítjuk a AC/DC Highway to Hell-jét egy ilyen egyszerűsítettebb formában, egyébként tényleg egy ujja akkora, mint nekem kettő. Úgyhogy nem tipikusan az a gitáros kéz, amivel te rendelkezel, de mindent meg fogunk tenni, és reméljük a végén még dzsembelünk is egy jót. Az elején szeretném leszögezni, és mondani mindenkinek, hogy ez a gitár egy teljesen normális méretű gitár a Jenő kezében, csak hát valószínűleg hozzá képes tűnik, és hagyják itt picinek. Oké, Jenő, na szóval, hát itt most látom, hogy a te ujjaid azok tényleg nem erre a hangszerre vettek kitalálva kapásból, de ez ne csüggedjen miatt, mert szerencsére ez a szám nem követel olyan bonyolult balkéz munkát, inkább majd fejben kell tudni jól összerakni. Ugye ez a gitár, húros hangszer, 6 húrunk van, okay, és akkor ezek jelölik nekünk majd a pozíciókat, ezek a fém rudacskák, hogy hol is kell lefognunk a húrokon a hangokat. Arra kérlek, hogy a hangerőthöz csavart fel ott a két fényes dolog, azt így van, még teljesen csumára azaz. Na és akkor AC/DC Highway to Hell. Ebben a számban, legalábbis az elejében, egy A power chordunk, egy D power chordunk, egy G. Tehát A, D és G akkordokat fogunk fogni, majd csak, hogyha tanítod ezt később valakinek, akkor tudni nekünk. Dobos kollega segítségét fogunk kérni, mert ennek a számnak nem is feltétlenül az akkord lefogásai, a dolgok a nehezebbek, hanem a ritmikája. Ugyanis felütésre kezdünk, de akkor szerintem most Jancsó itt vedd át a szót. Csak annyi, hogy egy kis mondóka lehet, hogy segítségre tud lenni, hogy úgy kezdődik az egész, hogy szü-pá-pá-pá. Ezt mondjuk, a szű az azt jelenti, hogy ott már nem kell pengetni,
hogy szüppa-pappa-há-négy, szüppa-pappa-há-négy. Mondjuk ezt próbáld így meg. Vagy tapsolva, vagy akár. Úgy kéne, hogy beszámolunk, hogy egy, két, há, négy. Szüppa-pappa-há-négy, szüppa-pappa. Ja, igen. De ez, okay. ez lesz a H4 az szünet. Igen. Akkor először ezt a részt rakjátok majd össze. Szüppa-pappa-há-négy, szüppa-pappa-há-négy. Nagyon jó. Ezt kell pengetni gyakorlatilag, ezt a ritmust kell, hogy tartsd a jobb kezeddel. És nézzük meg az első akkordot. Az első akkord lesz nekünk az A-dur, vagy A-power-kord akkordunk. Itt annyit kell csinálni, hogy ezt a húrt majd nem pengeted, ez az E-húrunk. A következő húrtól kezded el pengetni magát a gitárt, és ezzel az egyes ujjaddal, ami másnak négy ujjnyi vastag, azt nem fogod le azt a húrt, azt üresse, hanem ezt és ezt a három húrt lefogod egyszerre, és megpengeted a gitárt. És csak ezt pengeted. És onnan. Nem, vagy az összeset. Utána lefelé az összeset. Ebbe a ritmusba kéne pengetni, ahogy az előbb csináltuk, hogy szüppa-pa-pa-ha-négy. Ja, igen. Szüppa-pa-pa-ha-négy. Ja, most a harmadik. Igen. Szüppa-pa-pa-ha-négy, 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 szüppa-pa-pa-ha-négy. Mondjuk hozzá el tudod kezdeni a számot. Yes! Jön a D power chordunk. Annyit kéne csinálni, hogy ezt az ujjadat lejjebb csúsztatod egy húrra, nagyon jó, és ezt az ujjadat berakod erre a húrra, itt a harmadik bundra. Úgyhogy ne érjen hozzá a fölötte lévő húrhoz. Aha. Most viszont pedig csak innen pengeted ezt a három húrt, ugye? Aha. Innen. Onnan. Azaz. Nagyon jó. Egyszerre prób. Azaz. Azaz. Ez hibátlan volt. Megpróbáljuk. Ezen is nézzük meg a ritmust először. Szippa-pappa. Ez az. Nagyon jó. Szippa-pappa. Így van. Szippa-pappa. Pontosan. Na és akkor így alakul eddig a szám, hogy 1, 2, 3, 4. Itt az utolsó pa lesz a következő akkord, ami meg a G dúrunk lesz. Itt pedig semmi más nem kell csinálni, elengeded az összes húrt, és a ugyanazt a három húrt pengeted, mint az előző akkordnál, mint ennél. Csak engedd el. Értem. Tehát akkor ez. Aha. És az már ugye csak utolsó. Nem. Az csak az utolsóra jön be. Most elfelejtetted elengedni. Igen, csak próbáltam. Ja. Még mindig egy picit később. Ez kéne, hogy legyen, hogy... Azt már nyugodtan korábban is elengedett. Ez az! Így van. Okay. És utána próbáld meg, hogy letompítani a húrt. Azaz. Tökéletes. Na, akkor eddig nézzük meg az elejétől. Figyelj, mutatom, hogy mit kell csinálni. Ez a feladatunk most. Így van. Ezt nagyon figyeljünk arra, hogy letompítsuk. Na tehát akkor megvagyunk ennyivel, hogy... És utána ezt fogjuk ismételgetni, ezt az utolsó mozzatot. Oké. Okay. Tehát itt ez... bocsánat, hogy beleszólod, csak itt a ritmust kétszer kell megismételni, hogy szüppa-pappa, szüppa-pappa. És csak ott van szünet, ahol azt mondjuk, hogy szü. A másodikat? Igen. A DG-váltás, csak hogy szakmaian fogalmazzuk. Azaz. Pontosan. Gyerünk, mindjárt megvan. Ez az. Yes! Ez már csak az utolsó mozzanat hiányzik.
És ez az utolsó. Amikor erről az akkordról mész, vissza az első akkordra, amit csak így az egyes ujjaddal kellett lefogni. És most jön az egyes, és az kétszer. Ennyi! Na, ezt kell fejbe összerakni. Megpróbáljuk nagyon lassan együtt. Igen. Nagyon lassan. Három, négy. Szű. És. Szű. Itt már tudod, az ja, engedős verzióban. Nem fogtam át, igen. Igen. Mindjárt megvan. Most tudom, hogy az úgy tűnik, hogy soha nem lesz meg, de mindjárt megvan. Nem, érzem, hogy meg lesz csak az. Hát igen. Bedúr az alkar. Rá vagyok feszülve, persze. 200 kilós felhúzásnál semmi, de az, hogy egy milliméter vastagságú húrokat kell lefogni. Nem, maga a tartás. A tartás fura? Persze, nekem természetesen. Én nem vagyok olyan hajlékony. Akkor figyelj, egy, két, hány, és szűp. Hány, és szűp. Ez lesz az. A harmadiknál mentél el, ott nem tudom, mi volt a baj, de csináljuk előről, mert szerintem így... Asszony is mindig ezt mondja. És baba, ez az! Yes! Mert mindjárt megvagyunk. Tiszta idegben vagyok. Egy, két, há, és... Szűn, csak megint rossz. Igen, egy. De mindjárt meg vagyunk. Nagyon jó. Még egyszer, szerintem mehet egy nagyon picit gyorsabban, egy lehelletnyivel. Jó. Há, és. Yes, today! Ide kell nézni, igen, akkor lenézek ide, akkor már gázon, az ujjaimat kell nézni. Én is azt gondolom, igen. Igen. Ott kisebb... Igen, hogyha följebb pengetek. Véletlenül igen. Az rock and roll. Menjünk akkor így ezzel a tudattal most már egy totálisan über durván jót. Okay. Egy, két, há, és... Ez a... Jenő, hányasra értékeled ezt a gitározást? Meddig lehet pontozni? Mondjuk hogyha, mit tudom én, 380 kilóval nyom a legjobb világbajnok fekve, akkor ez hány kilós fekve nyomás? Hát a sajátomat értékeljem? Igen, a saját gitár. Úgyhogy, ha 380 kilóval nyom a legdurvább ember fekve, az a világ legjobb gitározása, akkor hány kilóval nyom? Ez olyan 190 kiló. 190, tehát 50%-os? Azt fogja egyébként szerintem ennyi idő alatt ez sokkal több, mint 50%. Aha. Tehát, hogy ez szerintem simán a 70-80%-osan el volt játszva a dal. Így köszönöm ketten, szépen. Hogyha ketten játszottuk, még lett volna egy basszusgitár, akkor föl se tűnt volna senkinek. Jenő, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél szépen. Meg, hogy így... Ez hatalmas élmény volt. Tetszett egyébként? Persze, jól érezted magad? Hogyne. Szeretem a kihívásokat. Teljesen más világ ez szerintem, az, mint ami ezt hozzá. És elfáradt a kezed? Nem fárad el, hanem bedúran az ujjaim. Mert tehát ahogy nálad is volt, hogy ha túl statikus a mozgás, akkor igen. Hamar bedúlan. Itt is az, hogy meg rá, gondolom, rá vagyok görcsölve. Igen, valószínű. Hogy az erősebb valószínűleg. Az ember igen, azt hiszi, hogy sokkal erősebben kell ezt fogni, igen, ahhoz, hogy megszólaljon. Igen, és finoman. Aha, hát rá kell érezni. Persze, nyilván. Yes, hát ACDC, Highway to Hell, kis Jenő. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm yes. Szépen én is.
Hát amint látjátok, szerencsére senkinek nem esett bántódása, de reméljük, hogy élveztétek az adást, és tartsatok velünk legközelebb is. Ne felejtsetek el feliratkozni a port.hu YouTube csatornájára, TikTok oldalára, Facebook oldalára, és kövessétek be Jenő mestert is, mert brutálisan durván tud edzeni és mindent, úgyhogy megéri őt is követni. Köszi szépen mindent, csőzetek! Sziasztok!